Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A terrorelhárítási központ nyomozása kapcsán derült ki, hogy egy tömegrendezvényen akart robbantani és tömegbe is hajtott volna az a 21 éves magyar férfi, akit múlt héten kaptak el a TEK kommandósai. A napokban kezdődik Magyarországon is a futball Európa bajnokság. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt kérdezzük a kockázatokról. Szép jó reggelt kívánok, köszöntöm! Üdvözlöm! Önt is és a hallgatókat is. Hát amikor a minap olvastuk ezt a hírt, akkor szerintem sokan inkább ilyen nagyon távolinak vagy filmszerűnek éreztük ezt, hogy itthon Magyarországon is létezhet olyan, hogy egyáltalán iszlamista fiatalember, aki ilyenre készül, holott itt lesz egy nagyon komoly tömegrendezvényünk. Hogyan lehetünk biztonságban? Nézze, én azért nem csodálkoztam, mert hogy azok a törvényszerűségek, amelyek Nyugat-Európában tengeren túlon, a távol-keleten, közel-keleten rengeteg terrorcselekmény kapcsán az elmúlt 40-50 évben megjelentek. Pontosan mutatták azt, hogy egyébként a terrorizmus, ahogy változik, és egyre inkább bolygószintűvé válik, nincs olyan ország, ahol adott esetben ez ne fordulhat mellé. A másik, hogy ne felejtsük el, hogy közeledett Magyarország felé az elmúlt 5-7 évben az ilyenfajta támadások megjelenési esélye, hiszen tavaly év végén volt Bécsben, hogyha visszaemlékszik, ugye egy iszlamista, egy radikalizálódó férfi, 20 éves volt szintén, lövöldözött, és ugye több ember meghalt. Ilyen szempontból a szakma pontosan tudta azt, hogy ez előbb vagy utóbb Magyarországon is várható, és hát ne gondoljuk azt, hogy egyébként az Iszlám Állam terrorszervezet, vagy az Al-Qaida terrorista szakértői, terrorstratégiái nem foglalkoznak azzal, hogy bárhol egyébként az Európai Unió területén, vagy a tengeren túlon, hogyan lehetne sikeres támadást, terrortámadást végrehajtani. Ők ezt napi szinten vizsgálják, erre külön részlegeik vannak, akár a pszichológiai hadviselési részlege az Iszlám Állam terrorszervezetnek, amely pontosan arra vadászik, hogy a közösségi médiában hogyan tud olyan fiatalokat találni, akiket radikalizálni lehet. Tehát ezért mondom azt, hogy igazán a szakma, és én magam sem lepődtem ezen meg. Azt elfogadom, hogy így civilként, most ezt idézőjelbe teszem, és jó értelemben mondom ezt a civil szót, meglepődött, meg nyilván a hallgatók egy része is meglepődött ezen, de sajnálatos módon várható volt. No, akkor avasson be minket műhelytitkokba idéző jelesen. Azért kaphatták-e el ezt a 21 éves magyar fiatalembert, mert egyébként már készülünk egy ilyen nagy tömegrendezvényre, és itt a háttérben, hogyha nagy tömegrendezvény van, akkor előtte már hónapokkal nagyon figyelünk mindent, vagy egyszerűen csak kibukott ez a sztori? Nézze, igazán a csakot tenném én idézőjelbe, tehát nem azért van ilyen szinten a magyar terrorelhárítás, illetve az Európai Uniós terrorelhárítás, mert tömegrendezvény van, hanem egyszerűen az elmúlt 5-7 évben egész Európa ránk kényszerült arra, hogy ilyen szintre járassa és ilyen szinten készüljön folyamatosan. Ilyen nemzetközi eseményektől függetlenül is arra, hogy egy terrorszervezet támadást hajtana végre. Mint ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, a terrorista szervezeteknek az irányítói stratégiái folyamatosan azon mesterkednek, hogy valamilyen úton módon sikeres támadást hajtsanak végre. Tehát ez egy mókus kerék, ők támadni akarnak, nyilvánvalóan a terrorelhárítási szakemberek pedig folyamatosan felkészülve egyre magasabb szinten hárítják el. Ha jól értem, akkor igazából mindegy is, hogy van-e tömegrendezvény vagy sem, mert hogy alapjáraton működik ugyanígy minden? Így van, pontosan erre gondoltam. Nyilvánvalóan ez olyan szempontból is egy kicsit finomítanám ezt az állításomat, hogyha egy országban, tehát például Magyarországon most ugye ez az Európa bajnoksághoz kapcsolódóan rendezvények vannak, illetve hát ugye ne felejtsük el, hogy ősszel érkezik Magyarországra a pápa. Nyilván ilyen rendezvények kapcsán még inkább fokozódik az ellenőrzés, fokozódik az elhárítási tevékenység, de itt ne arra gondoljunk, hogy tulajdonképpen van egy ilyen ellaposodott tevékenység, és hirtelen ez egy ilyen kimagasló, kiugró valami. Nagyon-nagyon magas szinten dolgozik Európa, és ezen belül Magyarország is. De amikor egy ilyen rendezvény van, mint például mondjuk egy pápa látogatás, akkor Magyarország teljes joggal fordul az egész Európai Uniós elhárítási, terrorelhárítási és terrorhírszerzési közösséghez, és ilyenkor a magyar szakemberek keze alá dolgozik
tulajdonképpen egész Európa. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor akkor nemzetközi segítséggel készülünk egy ekkora rendezvényre? Például EB, például pápa látogatás? Így van. A konkrét fizikai tevékenységeket, tehát a konkrét védelmi intézkedéseket nyilván a magyar szakemberek végzik, de egyébként van olyan, hogyha valamilyen fajta, és ez is egy újfajta jellege, egy támadás sorozat, tehát például amikor Bécsben volt tavaly a lövöldözés, fel voltak készülve a terror elhárítás oldaláról itthon a magyar szakemberek arra, hogyha Bécsben segítséget kérnek, akkor innen is tudnak menni Magyarországról, konkrétan Bécsbe egy akció segítségére. És nem csak mi vagyunk így egyébként, hanem a csehek, illetve a szlovákok is. Tehát, hogy ez abszolút le lett osztva Európában, nyilvánvalóan várhatóan most a foci kapcsán, illetve a pápa látogatás kapcsán elegendő erővel rendelkezik fizikai oldalról, tehát élő erő oldaláról Magyarország. Hírszerzési szempontból, hogy mi történik a világban. Az iszlám állam számtalan felületen van jelen. Ezeknek a felületeknek mindegyikét nyilván önmagában Magyarország nem képes figyelni. Ilyenkor lép közbe például az Egyesült Államok tucatnyi hírszerzése, amelyek rengeteg információval bírnak a terror kapcsán, illetve a terrorista szervezetek kapcsán, nem csak az iszlám államról, Boko Haramról, Al-Qaidáról, stb. És hogyha olyan vonatkozású információjuk van, ami Magyarország számára fontos, ez azonnal, tehát ez tényleg nem nagyzolás, tényleg amikor az információ hozzájuk befut, és egy értékelő ezt látta és elemezte, abban a pillanatban továbbítják Budapestet. Most itt én arra is gondolhatnék, hogy akkor a kecskeméti egyetemista ügyében is kintről kaptuk a tippet? Nem tudom, hogy honnan kaptuk a tippet, de nyilvánvalóan a terror elhárításban, mivel ez egy összcsapatjáték európai, illetve világszinten, mint ahogy a terroristák is bolygószinten sajnos így támadnak, lehetett akár ez is. Nyilvánvalóan ezt a terror elhárítás, illetve az ügyészség, illetve a nyomozási bíró tudja pontosan. Ebbe így kívülről nem látok. Világos. Kell aggódnunk? Volt egy ilyen eset, akit elkaptak. Mégis itt egy EB anyakunkon, meg egy pápa látogatás. Azt mondta, hogy a szakma szerint majd, hogy nem evidens volt, hogy lesz ilyen fiatal. Az a legrosszabb, és azt kell érteni, hogy a terrorszervezeteknek pontosan az a célja, hogy ne éljük az életünket normálisan, és egyfajta félelem legyen folyamatosan rajtunk. Én azt gondolom, hogy nem kell félni, és pontosan az, hogy ezt a fiatalembert sikerült lefülelni, mutatja azt, hogy csúcsra vannak járatva ezek a szervezetek, itthon is, illetve külföldön. Európa rengeteget tanult például 2015-ös támadásokhoz képest. Tehát én azt gondolom, hogy minden olyan fajta erőforrással rendelkezünk itthon is, és külföldön is, amin keresztül ezt a rendezvénysorozatot, pontosabban mind a kettőt biztonságosan le lehet bonyolítani. Tehát én azt mondom, hogy ne féljünk, nyugodtan menjünk mindenhova. Az biztos azonban, hogy amit kérnek a hatóságok egy-egy rendezvény kapcsán, akár például az EB kapcsán, azt végre kell hajtani. Itt szokott probléma lenni, hogy a magyarok sokszor a jogszabályokat ilyen rugalmasan értelmezik. Ezekben a kérdésekben most ilyenfajta rugalmasság elképzelhetetlen. Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő, köszönöm szépen, és ez pedig egy köszönöm másik kérdés egyébként, hogy a tömegrendezvényre, ott mondjuk a Covid helyzet kapcsán nem annyira ajánlatos, de ez egy teljesen más szempont. Igen. Nagyon köszönöm. Szép napot. Csakolom.